Elhelyezték az új korszerű óvoda és bölcsöde épületének alapkövét Gerjenben. Ez a település számára rendkívül fontos beruházás, mivel 5 év alatt megduplázódott a gyerekek száma. Nagyon nagy szükség volt erre a beruházásra, illetve ennek az épületnek a megépítésére, hiszen a régi óvodai épület, pontosabban még a meglévő óvodai épületünk, amit mi már úgy azért emocionálisan régi óvodai épületének nevezünk, látva azt, hogy már egészen előre haladott a nálunk ebben a beruházásban. De nagyon sok munkálatot venne igénybe ahhoz, hogy tényleg a mai modern kor követelményeinek megfelelő épületet tudjunk biztosítani a gyerekek számára, és hát ezért döntöttünk úgy, hogy megpróbálunk egy területi operatív programos pályázatot még 2016-ban, és hát most értünk el odáig nagyon nagy örömünkre, hogy egy ilyen nagyon szép impozáns épületet tudhatunk magunkénak. És amit azt gondolom, talán legfontosabb megemlíteni, hogy azért egy új szolgáltatással is bővülünk, hiszen eddig csak óvodai ellátásunk volt a településen, és most egy bölcsödét is tudunk majd nyitni szeptembertől. Ez azt jelenti, hogy 14 kisgyermeknek az elhelyezését tudjuk biztosítani itt a településen, és hát nyilván egy új modern korszerű épületbe, új eszközökkel, tehát azt gondolom, mondhatom azt is nagyon bízom benne, hogy álom lesz itt dolgozni, és a gyerekeknek is álom lesz ide érkezni ebbe az épületbe. Az óvodában, hogy ez egy kétcsoportos óvoda lesz, tehát alapvetően 60 gyermek elhelyezésére tudunk jelenleg biztosítani ellátást. Bizakodom benne, hogy későbbiekben majd új csoportszobákat tudunk létesíteni, hogy a településünk egyre bővül és nőni fog. A fejlesztés jóvoltából már nem csak óvodája, hanem egy 14 fős bölcsödéje is lesz a településnek. Az épületben egy kétcsoportos óvoda, torna és sószoba is helyet kap. A csoportszobák száma tovább bővíthető, amennyiben szükség lenne rá, márpedig biztosan többen fognak letelepedni a településen Paks közelsége, a közeljövőben megvalósuló út- és lakópark építése, valamint a Magyar Falu program és a családtámogatási rendszerek miatt. Kinyílik a világ Gerjen előtt, így szükség van ezen fejlesztésekre, fogalmazott Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője. Fele már Paksó meg volt tervezve egy 4 méter széles összekötő út, hogy a zsáktelepülés jelleget feloldjuk, és akkor neked megkerülve tudjanak akár eljutni az erőmű, vagy akár Paksa az itt élők. De akkor a híddal át kellett mindent gondolni, mert ha egy forgalmasabb híd van, akkor nem 4 méter széles út, hanem 6 méter széles út, akkor ez úgy kitágult a település lehetőségé, mert ide lehet lakóparkot is, lehet kikötőt is, majd hosszú távon lesz naperőmű is, nem sokára a határba. Tehát azt gondolom, hogy az egyik legtöbb lehetőséget az Gerjen fogja pont a Kalocsait közelsége, az új bekötőút, tehát ebből a szempontból is. A kormány család támogatási rendszere és egyéb fejlesztési források jóvoltából Tolna megye kis településeire is többen költözhetnek a jövőben, emiatt is szükség van új utakra, oktatási intézményekre, fogalmazott Süli János. Tulajdonképpen a ember, ha szétnéz, akkor számtalan lehetősége van, és akkor ennek eredményeként ide is fiatalok fognak letelepülni, szolcsóbb a telek, aztán itt is fog emelkedni. Biztos, mert ugye minden ott a kereslet kínálat van, megy, de ma még sokkal egyszerűbb, mondjuk akár Paksról is kitelepülni. És ha az új út készen van, akkor tulajdonképpen alig van messzebb, mint ha Paksnak a túloldaláról jönnénk dolgozni az erőműbe. És az is egy új lehetőség, hogy akkor Kalocsára is bármikor át lehet ugrani egy történelmi érseki központba, ahol a komp eddig lehetőséget biztosított, de a híd meg a közút az egy másfajta mindennapi lehetőséget fog biztosítani. Ez ide települő ipartól kezdve számtalan lehetősége lesz a városnak, és akkor ehhez gyerekintézmény, bölcsöde, óvoda, iskola kell, hogy a szülők pedig nyugodtan végezhessék a munkájukat, mert tudni fogják, hogy a gyerekek szép új létesítményben vannak, egészséges, nem nedves régi épületekben, hanem új épületekben. Mint egy 400 millió forintos topforrásból valósul meg a beruházás. Tolna megyében több mint 30 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatásból épültek, szépültek a települések az elmúlt években. Fehérvári Tamás, a források elosztásáért felelős Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondta, munkatársaival azon dolgoznak, hogy a jövőben megérkező források is megfelelő helyre kerüljenek. Az a cél, hogy Tolna megye olyan része legyen az országnak, ahol szívesen telepednek le az emberek.
Ehhez kellenek a különböző oktatási intézmények is. Már készülünk az úgynevezett top 2-n, de szerintem nem is top 2 lesz, hanem ez egy elég új alapokon álló, de további fejlesztési lehetőségeket tartalmazó pénzforrás, ami azt hiszem, hogy magyar forrás lesz. Egyelőre ugye nem látjuk a külföldi lábát, de szerintem ez teljesen mindegy, az a lényeg, hogy lesz. Ami azt jelenti, hogy a településeinken, Tolnamegye településein is lehet álmodni. Ki lehet találni, hogy mi lesz a jövővel. A gerjeni óvoda és bölcsőde kialakítása várhatóan idén ősszel fejeződik be.